Maradunk az ötkarikás játékoknál, ugyanis fantasztikusan teljesített a magyar kerékpár sport a párizsi olimpián. Vaskata Blanka és Walter Attila országúti kerékpározásban mindketten negyedik helyen végeztek, azonban Blanka és Attila is teljesen másképp élik meg ezt a sikert. Erről beszéltek stábunknak. Két fiatal versenyző hatalmas nagy örömet okozott nem csak nekem, nem csak a hazai kerékpársport szeretőinek, hanem minden magyar embernek. Így értékelte a Magyar Kerékpársport Szövetség elnöke Vaskata Blanka és Walter Attila negyedik helyét az olimpia országúti kerékpárversenye után. Vaskata Blanka igaz, hogy még csak 21 éves, de már második, negyedik helyét ünnepelheti. Igaz, ő ezt másképpen látja. Visszanézem, akkor még úgy érzem, hogy elrontottam, meg nagyon közel voltam, és nehéz a jó dolgokra emlékezni, hogy ott voltam elől, és tényleg a legjobbakkal versenyeztem, és a győzelemért versenyeztem, és kb. Ennyi múlt az érem. Walter Attila ezzel szemben boldogan, de fáradtan érkezett haza a francia fővárosból. Azt éreztem, hogy elég sokat fejlődtem az idei évben, de talán megmutatni nem tudtam pontosan, hogy mennyire sokat. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ezzel a negyedik helyen mindenkinek, és legfőképpen magamnak bizonyítottam, hogy tényleg nagyokat lépek előre, és amíg a munka megvan, addig jönni fognak az eredmények. Úgyhogy nagyon-nagyon kellett már nekem ez a kiugró eredmény. Blanka 2021-ben Tokióban még mountain bike-kal lett negyedik, azóta azonban az országúti kerékpározás áll hozzá közelebb. Most már egy kicsit jobban szeretem az országútit, ez egy csapatsport, teljesen más, és hát nehéz összehasonlítani, de itt mindenképp sokkal közelebb voltam a dobogóhoz, mint ott. Igazából ott ez egy győzelem volt, az a negyedik hely, ez meg egy elvesztett dobogó volt, vagy akár még az első helyért is tudtunk volna versenyezni, de hát sajnos csak negyedik lett belőle. Hiába az olimpiai negyedik hely, Attila még mindig ugyanaz a szerény srác, aki eddig is volt. Kiugró ez az eredmény, én azt érzem, és vannak jó eredményeim, nem azt mondom, hogy a semmiből jöttem, közel se, viszont nem számítottam azért ennyire jó menésre, és tényleg jó is ezt, hogy akár másodszor is elmondott te is, hogy mitől kiugró, hiszen voltak jó eredményeim, és ezt nekem is még tudatosítani kell azért magamban folyamatosan, hogy higgyek magamban, hogy tudjam azt, hogy igen, volt már jó eredményem, és lesz is még jó eredményem, úgyhogy kicsit több magabiztosság. Akik látták a célfotót, azok tudják, hogy Blanka a negyedik helye tényleg csak pár centim volt. De vajon tényleg csak ennyi múlik egy bronzérem? Ez nagyon kis dolgokon múlik, itt egy másodperc alatt, vagy még kevesebb idő alatt kell döntéseket hozni, amin a verseny múlhat. Úgyhogy azon egy döntésen is múlhat, vagy azon is a sprintbe, meg kb. Az erőn, hogy mikor indítod a sprintet, honnan indítod a sprintet, úgyhogy a helyezkedésen, az erőn, bármin. Milyen volt az a pálya, így azért, hogy körülött ennyi néző volt, szerintem azért ez valakit feldob, valakit lehet, hogy lenyom. Te hogy érezted? Engem nagyon feldobott, meg ez a hatalmas szurkolási torról is. Kint volt a családom, a keresztanyám, a keresztszüleim, az unokatesom, az anyukám, apukám, úgyhogy hatalmas erőt adott már csak a tudat is, hogy ők ott voltak a domb tetején, és szurkoltak. Nem hallottam őket, mert akkora hangzavar volt, és a verseny után is, amikor elvittek dopingra, akkor meglepődtem, hogy hú, de csönd van, és így csöngött a fülem a hatalmas zajtól a verseny miatt. És ha már szülők, Blanka apukája kerékpárral tekert ki Párizsba, hogy lássa versenyezni a lányát. Kim voltunk a versenyen, szinte a legjobb helyen álltunk, mert a Montmartre emelkedőjén álltunk, úgyhogy pont a Blankának a támadásai azt egy az egybe láttuk, és nem tudom, én nagyon örültem a negyedik helynek is. Ja, igen, és azt akartam mondani, hogy többiek arcán, meg a döbbenetet láttam, hogy nem jött össze. Én örültem a negyedik helynek nagyon. Persze, szóval egy ilyen minimális csalódás volt bennem. Nem éltem meg kudarcként. Inkább annak örültem, hogy ilyen jó támadást tudott csinálni. És hogy ez benne lesz mindig, hogy ezt megcsinálta a legnagyobbak ellen. Walter Attila ez a szezon óta a Jumbo Visma csapatában versenyez. Csapattársai is büszkék a magyar versenyzőre.
természetesen egyből írt minden csapatvezető és több csapattársam is. Ugye sokan ott is voltak az olimpián, ugye a bronzérmes is a csapattársam volt. Sokan írtak, köztük a Tour de France tavalyi bajnoka, Jonas Vingegaard is, úgyhogy nagyon, nagyon jól esett, hogy ők is azért úgy értékelték, hogy azért ez egy elég nagy eredmény. Olimpia ide, olimpia oda, Vaskata már a következő versenyére készül. Nagyon megcsapott, még mindig így kóvájgok, és próbálok fókuszálni a Tour de France-ra, és nehezen megy. Hiába Blanka csalódottsága, a két fiatal ezzel a két negyedik helyjel, hazánkat már biztosan felhelyezte a kerékpársport világtérképére.